egy kicsit olyan amőba a zenekarunk, hol kevesebben vagyunk, hol többen. Az átlag létszám 50 és 55 között mozog, de például a mai koncertre is körülbelül 10 még a régi tagok közül visszajöttek muzsikálni. Milyen hangszereket? Hát az összes fúvós hangszer, ami a zeneiskolában megtalálható, fafúvósok közül fuvola, klarinét, oboa, volt fagottunk is, akkor megtalálhatók a szaxofonok, trombita, tenorkürt, harsona, tuba, ütősök. Ezek közül melyik a legnépszerűbb? Melyiket csinálják most legtöbben a zeneiskolában? Hát a legnépszerűbb, ugye minél kisebb egy hangszer, annál népszerűbb sajnos. A fuvola az a standard, rezesek közül a trombita, de sajnos egy zenekar az ugyanolyan, mint egy szervezet, hogy kell lenni fejnek is, szívnek is, de kell lenni kéznek is, lábnak is. Hát általában mélyebb rezeken nagyobb gyerekek játszanak, akik már elbírják ezeket, mert azok nélkül nincs fuvolzene. Általában 10 éves korba kerülnek be a zenekarba, egy olyan 2-3 évi hangszeres tanulás után, és hát a legidősebb az általában egy olyan 20-22 éves kor, általában, tehát aki befejezi a főiskolát, az utána vagy más együttesben folytatja, vagy pedig hát másfelé megy el zenélni. Ez nem csak egy sima zenekar, hanem egy iskolai zenekar, azért igyekszünk a legszélesebb skálát bemutatni, komoly zenétől a filmzenéken át, könnyű zenéig, vagy pedig játszunk direkt fúvózenekarra írt számokat is. Azt szoktam mondani, a zenekar 3 lábon áll, az egyik a zeneiskola, a másik maguk a tagok, harmadik pedig a szülők. Itt mind a 3 résznek nagyon fontos szerepe van, egyik nélkül se tud működni, de azon kívül szerencsére nagyon sokan támogatnak minket a városból is, különböző cégek, vállalatok és magánszemélyek. Nekünk ez az időszak úgymond a felkészülés ideje, ez a téli időszak. Ilyenkor készülünk fel azokra a térzenékre, amik tavasszal, nyáron, ősszel szoktak bejönni. Rendszeresen járunk Pécsváradra, a fúvós találkozókra, ősszel voltunk Bietigheim-Bissingenben, a testvérvárosunkban. Egyik fontos teendőnk, járjuk Tolna megye kis falvait, hogy terjesszük, népszerűsítsük a fúvós muzsikát. Így voltunk Dunaszentgyörgyön decemberben, és már van egy felkérésünk Fácánkertre. Én úgy gondolom, hogy ezek majdnem azt mondom, hogy egy kicsit ilyen fáklyavivő koncertek. Most, amikor a zenetanulás annyira nem olyan népszerű, akkor ezeknek a hangversenyeknek, ezekben a kis falvakban, amik talán még hátrányosabb helyzetben is vannak, mint a városok, nagyon fontosak.